Több mint 100 évvel ezelőtt, 1896-ban létesült Szekszárdon főgimnázium. Nagyon nagy öröm volt ez a város polgárainak, hiszen fáklyás fölvonulást szerveztek a vármegye székhelyén, és örömüket fejezték ki azért, hogy itt megindulhatott az állami főgimnáziumi oktatás. Tulajdonképpen nagyon jó érzés azt mondani, hogy egy iskolának olyan hagyományai és olyan gyökerei vannak, amelyekhez a mai napig is jó visszanyúlni. Mi is ebből építkezünk, de természetesen nem lehet a mai világban csak a hagyományokra támaszkodni, hiszen a korszerűséget is figyelembe kell venni. Igyekszünk mindig a lehetőségeknek és a tisztességünknek megfelelően olyan értékeket, új értékeket behozni az oktatásba és nevelésbe, ami az ifjúság céljait, érdekeit szolgálja. Mindenképpen a fő feladatunk az, hogy a jellemet és a szellemet együtt csiszoljuk. És ezt kétféle oktatási formában tesszük, 4 és 8 év folyamos gimnáziumi képzésben. A 8 év folyamosnak van nagy hagyománya a falak között, hiszen majdnem 100 évig, 1948-ig ebben a formában történt az oktatás. Utána a 4 osztályos gimnázium vált meghatározóvá, és majd újból 9 évvel ezelőtt visszahoztuk már módosított formában a 8 év folyamos gimnáziumot. Tehát a Garai gimnázium falai között gimnáziumi képzés folyik 4 és 8 osztályos formában. Itt szeretném kiemelni azt, hogy gimnáziumi képzés, ami azt jelenti, hogy semmi egyebet nem vállalunk föl, mint azt, hogy gimnáziumi formában az értelmiségi pályák valamelyikére tudjuk minél jobban fölkészíteni diákjainkat. Ha egy iskola falai között egyfajta képzés folyik csak, ezt a csakot természetesen inkább az előnyeivel együtt mondom, ez nagyon jó mindenkinek, jó a tanulói ifjúságnak és jó a tanároknak is, hiszen nem kell óráról órára új szintekre, új követelményekre átállni, mert többféle iskola típus is működik egy házon belül. Tehát ezt mindenképpen próbáljuk maximálisan kiaknázni, és a tapasztalatok szerint éppen ezért hatékonyan is tudunk működni. Te elsős vagy itt a Garaiban. Hogy tetszik az iskola? Igen, 9. E-osztályos tanuló vagyok. Az iskola nagyon tetszik. Hát azért választottam tulajdonképpen, mert nagyon sok olyan plusz lehetőséget nyújt, amit más iskolák nem. Ilyen például, amit szeretnék kiemelni, a latin oktatás. Úgy gondolom, hogy a mi korunkban a diákoknak műveltségét vagy kultúráltságát az dönti el, hogy a klasszikus műveltségi értékekből mennyit kap. És ez az iskola nagyon sokat nyújt nekünk ilyen szempontból. Egy intézményben mindenki másban találja meg a lehetőségét. Te mit emelnél ki? Hol érzed igazán otthon magad, mely területen? Szerintem számomra reáltárgyak nyújtják a legnagyobb sikereket. Lehetőség van a reáltárgyak, hát a reál osztályon belül természettudományos és egy matek-fizikás osztályba kerülni. Persze ezen második év végén harmadiktól még változtatni lehet. Én matek-fizikás osztályban kezdtem, aztán átventem a természettudományos részre további céljaim miatt, így fizika és biológiát tanulok most. Ez nem azt jelenti, hogy csak a szárazanyag elsajátítása van, főleg most 11. osztályban terepgyakorlatok vannak biológiából, idén is volt két iskolanapot igénybe vevő terepgyakorlat Sötétvölgyben, ahol azért szerintem jóval könnyebben el tudjuk sajátítani a tudást, és ezt például a Biológia OKTV versenyen alkalmazni tudtuk és felhasználtuk. Ezen kívül fizikából is versenyeken indulunk, többen is a csoportból, mivel a gimnáziumnak ez a fakultációs képzése jó lehetőséget biztosít a versenyeken való helytállásra.
az oktatás magas színvonalát próbáljuk megcélozni, és az eredményeink azt mutatják, hogy igenis, amit fölvállaltunk, azt jó színvonalon meg is tudjuk valósítani. Ezt mutatják egyrészt a felvételi eredményeink, hiszen ma egy felsőoktatási intézménybe sokkal könnyebb bekerülni, mint évekkel ezelőtt volt. Azonban az, hogy a 700 nyilvánosságra hozott középiskola között a miénk, a Garai Gimnázium, az összetett írásbeli és szóbeli felvételi eredmények alapján az előző 5 év átlagában a 23. helyen van, az írásbeli alapján meg a 16. helyen, ez mindenképpen rendkívül örvendetes dolog, és ez új lendületet ad a további munkánkhoz, hiszen fontos számunkra az, hogy a színvonalat tartani tudjuk. Fontos számunkra az, hiszen ez mindenkit érint, hogy a diákokat, akik jó részt egyetemen, többségében és főiskolán szeretnének tovább tanulni, oda bekerülnek, és ott nagyon szépen megállják a helyüket. De fontos feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást is. Erre akkor kell gondolni minden esetre, hogyha tehetséges tanulóink vannak. Hát elmondhatom azt, hogy ezek a gyerekek, akik hozzánk járnak, rendkívül igyekvőek, jó velük dolgozni, és önként és nagyon szívesen kapcsolódnak be a tehetséggondozó munkába. Persze, ennek másik oldala is van. Ehhez kell egy olyan tantestület is, amelyben műhely munka folyik, ahol a tantestület tagjai egyik napról a másikra is képezik magukat, hogy egészen különleges tanulói, szülői elvárásoknak tudjanak megfelelni. A legkülönbözőbb és a legkülönfélébb versenyekre föl tudják készíteni tanulóinkat. Tehát mondhatom azt, hogy nagyon büszke vagyok a diákjainkra. Örülök, hogy ilyen szülői közösséggel dolgozhatunk, és a tanárainkat dicséret illeti azért az eredményes munkáért, amit minden egyes tanuló érdekében végeznek. Hallottuk, hogy milyen fontos a mai diák számára a verseny. Ezen a téren neked mit adott a Garai? Nagyon örülök, hiszen a Garai Gimnáziumban nem csak arra ügyelnek a tanárok, hogy az általános műveltségünket gyarapítsák, és megpróbálnak minden tantárgyból a lehető legbiztosabb tudást átadni számunkra, hanem igyekeznek a tehetséges diákokat is pártolni, és több versenyen indítanak bennünket. A jobbakkal pedig, akik tovább jutnak valamilyen tantárgyból egy versenyen, tényleg nagyon áldozatosan készülnek a következő fordulókra. Például a múlt évben egy országos versenyen a nemzetközi döntőben jutottam egy osztálytársammal latinból, és tanárnőmmel hetente 2-szer reggel 7-től 7-8-ig készülünk latinból, vagy biológiából az OKTV második fordulójára iskolán kívül is 7. órákban készülünk biológia tanárnőmmel, azon kívül, hogy természetesen fakultáción megpróbál a maximális tudást biztosítani számunkra. Benneteket mi fogott meg itt a legjobban? Másfél éve vagyok a Garai Gimnázium tanulója, és ez a másfél éve a legérdekesebb, legújabb tantárgy számomra a latin volt. Most másfél éve tanulom, és szerintem nagyon sokat segít más nyelvek tanulásában, úgy mint a német vagy az angol, és a logikai gondolkodásban is nagyon nagy szerepe van. Mi lehet még a jelentősége? Jól tudom, mindannyian a latin szerelmesei vagytok. Így van. Második évfolyam óta járunk versenyekre is. Ilyenek a Nemzetközi Cicero verseny, valamint az OKTV is. És most fogunk mindannyian nyelvvizsgát tenni.
Hát én már a nyelvvizsgán túl vagyok. Ebből a nyelvből is lehet államilag elismert C-típusú nyelvvizsgát tenni, ugyanúgy, mint a többi nyelvből. Hát talán azt tudnám mondani róla, hogy annyiból könnyebb, hogy a szóbelin nem latinul kell beszélni, mivel ez nem élő nyelv, hanem kultúrtörténetet kérdeznek, és ez is nagyon sokat számít, hogy a latin órákon nem csak latinnal foglalkozunk, hanem a római életről, kultúráról, és a minden kultúrával kapcsolatos témával foglalkozunk, ami nagyon hasznos lehet az életben is, mert más területeken is tudjuk alkalmazni. Mit jelent ma a latin oktatása? Hát én nagyon remélem, hogy egyre többet jelent. Való világos világunkban én úgy gondolom, hogy egy más lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy a kulturálódás felé fordulhassanak. Iskolánkban 1990 óta van ismételten latin oktatás, és nagyon-nagyon sok szép eredménnyel büszkélkedhetünk az elmúlt 13 év során. Éppen most számogattam össze, hogy 7 tanulónk a 13 év alatt OKTV első 20 helyezett között volt. Ezen kívül 4-szer nemzetközi Cicero versenyen is országunk válogatójába kerülhettek diákjaink. A gyerekek a latin nyelvből nyelvvizsgát tehetnek. Ezekről igyekszünk őket tájékoztatni, és hát ezekről elég keveset tudnak, én azt hiszem, ugyanúgy, ahogy a latin nyelv oktatásról a világban. A kultúránk gyakorlatilag a mai napig közvetíti ezt a nyelvet. Ha sokan is mondják rá, hogy holt nyelv, én úgy gondolom, hogy valamilyen formában itt él velünk. Például az élő idegen nyelvek tanulásakor a logika terjesztésében a latinnak igen nagy szerepe van. Mi a helyzet a humán oktatás egyéb területein? 1993 óta létezik iskolánkban egy úgynevezett humán osztály. Magasabb óraszámban kapják a gyerekek a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, a történelmet, a zenetörténetet, ezen kívül művészettörténetet tanulnak, és második idegen nyelvként vagy a latint, vagy a franciát kell nekik választaniuk, de úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos számukra. Miért fontos az, hogy adjon egy intézmény teret ezen választási lehetőségekre? Hát én úgy gondolom, hogy ma a humán tárgyaknak igen nagy szerepe van a kultúránkban, és remélhetőleg még fontosabb lesz az elkövetkezendőkben. Nagyon szép versenyeredményeink vannak egyébként történelem tantárgyból is, irodalomból is. Egy adattal hadd büszkélkedhessem, az elmúlt évek során a felvételi írásbeli pontszámok alapján az első 10 helyezett között volt az országban. A kultúrához kapcsolódva azt hiszem, hogy érdemes beszélnünk egy diáktagozatról is. Igen, a Széchenyi kör, az országos Széchenyi körnek egy diáktagozata működik az iskolánkban. Ennek vezetését én látom el, és nagyon hasznos a diákok számára, hogy az iskolai tananyagon túl egy baráti körben részt vehetnek, Széchenyivel kapcsolatos előadásokon, Széchenyi, Kossuth, ugye ebben az évben Deákkal kapcsolatos előadásokon a városban részt veszünk, és ezen kívül pedig különböző kirándulásokat is szervezünk számukra. Például a tavalyi tanévben Nagyszenken, Bécsben jártunk körülbelül 50 diákkal. A kor követelményei ugye folyamatosan változnak, és mindig jön valami újdonság. Itt ebben az intézményben neked mi volt ez? Hát nekem ebben az intézetben az etika volt, ami teljesen egy újdonságnak számító tantárgy. Ez most első évben alakult ki ez a tantárgy, és a harmadik évfolyamosoknál tanítják először, így nálunk is. Ez a tantárgy azoknak is jó, akik nem igazán szeretnek tanulni, mert nem igazán kell rá tanulni. Itt mindenki a saját véleményét fejtheti ki. Etika fogalmán belül az erkölcsi értékekről tanulunk, az erkölcsi értékrendről. Itt mindenki szabadon felszólalhat, végre egy olyan óra. És szerintem nagyon hasznos ebben a világban, mert egyre kevesebbek azok, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak. Az órákon önismereti dolgokkal is foglalkozunk, önismereti teszteket töltünk ki, így mindenki egy kicsit közelebbről megismerheti saját magát, és ez egy osztály összekovácsoló is lehet egyben, mert így egymást és magunkat is közelebbről megismerhetjük.
izgalmas helyszíne a Garainak. Mi zajlik itt? Ez a Garai Gimnáziumnak a művészeti tagozatos csoportja. Ez azt jelenti, hogy a humán osztályból egy kisebb létszámú adott csoport foglalkozik fakultációszerűen komplex művészeti oktatással. Mit csinálnak ennek keretében a gyerekek? Mire szolgál ez? Ez tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy ami minden tinédzsernek szükséges lenne, hogy a vizuális látásmódjukat, a vizuális nyelvet megtanulják, közel kerüljenek a művészeti technikákhoz. A művészeti technikák megismertetése a Kreatív Stúdiumok című heti 2 órás tantárgy keretén belül zajlik. Ezen kívül heti 1 óra művészettörténet oktatást is kapnak, ahol egy elég stabil alapot kapnak ahhoz, hogy a technikai részét és a művészettörténeti részét együtt tudják alkalmazni. Egy iskolában tudjuk elsősorban tanulni illik, de azért én gondolom, hogy a könnyedebb műfajokra, a szabadidő eltöltésére is vannak lehetőségek. Mik ezek? Természetesen nagyon fontos dolog a tanulás, de emellett én legalább ugyanilyen fontosnak tartom, hogy a szabadidőnket is hasznosan töltsük el, és az iskola igyekszik ebben nekünk a lehető legnagyobb mértékben segíteni. Egyrészt itt az iskolában a tornacsarnokban különböző sportfoglalkozásról lehet részt venni, illetve az iskolán kívül nagyon gazdag programokat szerveznek a számunkra. Részt vehetünk többféle kiránduláson, amelyek közül külön kiemelném az iskola külföldi nemzetközi kapcsolatai révén létrejövő cserekapcsolatokat. Többek között én is részt vettem már Németországban, Bietigheim-Bissingenben, Erdélyben, illetve Finnországban is ilyen külföldi utazásban. Ez a cserediák kapcsolat különösen hasznos is, hiszen segíti a nyelvtanulásunkat, nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy sikeres nyelvvizsgát tehessünk, és emellett egy hatalmas élményt is jelent, és nagyon jól kiegészíti az iskolában tanulással töltött időt. A különböző utazásokhoz nagy segítséget jelent számunkra, hogy lehetőség nyílik pályázatokra való jelentkezésre, így különböző anyagi segítségeket is kaphatunk ezekhez az utazásokhoz, illetve a rászoruló diákok, illetve a megfelelő tanulmányi eredménnyel rendelkezők különböző segítségekben részesülhetnek, így például a Nőegylet, illetve a Szexádi Rotary Klub is rendszeresen évente támogatja ezeket a külföldi cserekapcsolatokat, illetve a diákoknak különböző továbbtanulási szándékait anyagiakkal is. Ismerjük meg a Garai Diák Újságját. A Diák Újság Agyalap néven indult tavaly szeptemberben egy maroknyi, de nagyon lelkes kis csapattal. Ezért, mivel a csapat nagy része el fog ballagni az idén, ezért szükségünk van új emberekre. Sok szeretettel várjuk a tehetséges, érdeklődő és önálló véleménnyel rendelkező gyerekeket. Előképzettségre nincsen szükség, lényeg az, hogy mondani valója legyen és érdeklődjön. A rovat, vagy az újságunk több állandó rovattal rendelkezik, az iskola mindennapos eseményeiről számolunk be elsősorban, de lehetőséget adunk a tehetséges írók, költők bemutatkozására is. Több írónk és költőnk már országos pályázatokat is nyert. Miért jó ez, hogy van egy ilyen? Elsősorban, mint már mondtam, lehetőség nyílik arra, hogy bemutassuk az iskola életét. Akármennyire lelkesek a diákok, azért nem minden rendezvényen tudnak részt venni, és ezt fényképekkel, riportokkal, beszámolókkal szoktuk megoldani. És hát a résztvevőink, tehát a szerkesztőség tagja is lehetőséget kapnak a véleményük elmondására, bemutatására. Az intézmény lehetőségei közül te többet is kihasználsz. Mik ezek? Úgy érzem, hogy ennek az iskolának a legfőbb erőssége az, hogy felkészít a versenyekre, és lehet, hogy ezt más helyen nem kapnám így meg. Én magyar nyelvből és könyvtárhasználatból versenyzek, és országos versenyeken vettem eddig részt. Ezek mellett pedig délutánonként szertornaedzésekre járok, hetente 2-szer, mert nem igaz, hogy a garaistáknak nincsen szabad idejük, és délutánonként is eljárunk sportolni és szórakozni. Ezek mellett még 8 osztályos képzésben veszek részt, aminek szerintem nagy előnye, hogyha egy olyan társaság jön össze, ami tényleg összetart és jó a közösség, akkor ez a 8 év ez felejthetetlen lehet.
Márai Sándornak az egyik írásából szeretnék egy mondatot idézni, amely szerint a tudást nem a gólya hozza. Valóban, ezért a frappáns mondatért, vagy ennek az igazságtartalmáért meg kell dolgozni. Mi azt mondjuk, hogy itt az iskolában is a tudásért meg kell küzdeni, azért, hogy megfelelő neveltségi szinttel kerüljenek ki a tanulóink, ahhoz is nagyon sok mindent kell közösen a gyerekekkel tennünk. De mégis azt mondom, hogy megéri, mert szépek az eredmények. Itt szeretném kiemelni a tanítás, tanulás, nevelés folyamatából azt a dolgot, hogy mindenek előtt a gondolkodásra, nevelést tartjuk a legszükségesebbnek, hiszen a gondolkodásra nevelés, a tudás és a jellem adja együtt azt a hatalmas erőt, amivel később nagyon sokra lehet menni, ami igazából az ember számon kérhető értékeit fogja megadni. Tehát mi egy ilyenfajta érték közvetítésre vállalkozunk, és hiszem azt a visszajelzésekből, hogy nem eredménytelenül. Tehát a 2004-2005-ös tanévre várjuk azokat a diákokat, szülőkkel együtt, érdeklődőket, akik úgy gondolják, hogy a mi iskolánk szimpatikus, akik úgy gondolják, hogy azokat az értékeket keresik, amiket mi ajánlani tudunk. Szívesen állunk az önök rendelkezésére, mindkét típusú osztályunkba, és részletesen megismerhető az, hogy milyen többlet lehetőségeket tudunk ajánlani a hozzánk érkezőknek. Még egy újdonságot szeretnék bejelenteni. Szeptembertől egy intenzív nyelvi osztályt is fogunk indítani. Várjuk az érdeklődőket!